A Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat szervezésében egyeztetés volt a Délinék Kulturális Központban az M4-es gyorsforgalmi út Törökszent Miklós Püspökladány közötti 65 kilométeres szakasza Karcag városát érintő kérdéseiről. Hubay Imre közgyűlési elnök azért kérte ezt a helyszíni egyeztetést, hogy a legjobb megoldás szülessen majd mind a gazdálkodók, mind az itt élők számára. A fórumon részt vettek a tervezés, kivitelezés szakemberei, az ITM, a PM képviselői, az állami szakhatóságok vezetői is, hogy első kézből kapjanak választ a gazdálkodók kérdéseire. Hubay Imre Csaba, a NAK megyei elnöke is abbéli reményét fejezte ki, hogy a végleges nyomvonal elfogadása előtt figyelembe veszik a karcagi gazdák érdekeit is, hisz nem mindegy, hogy hány száz hektár területet vonnak ki a művelésből. Az elmúlt 9-10 esztendőben már többször szóba került ennek az útnak a nyomvonala. Az a cél, hogy a lehető legegyszerűbben, a legjobban használhatóan, és a karcagiak érdekeinek megfelelően, illetve a gazdatársaimnak az érdekeinek megfelelően épüljön meg ez az út. Ennek kapcsán el szeretném mondani azt, hogy ez nagyon nagy jelentőségű, szó esett arról, hogy aki ebbe a közlekedési színvonalba bekapcsolódik, ott a gazdálkodás menete, annak színvonala, annak a tőkevonzó képessége sokkal jobb, mint hogyha nem lenne. Szeretném felhívni a figyelmünket arra, hogy amikor megépült a vasútvonal, azelőtt Karcagról a kiváló minőségű termékeket nagyon nehezen tudtuk eljutatni a világpiacra, illetve Európába. Amikor megépült ez a vasútvonal, attól fogva tudjuk valamennyien, hogy a karcagi lisztet a Vatikánig elszállítottuk, és a Vatikánt láttuk el például liszttel, de a kiváló minőségű tiszavidéki búzával tudtunk érvényesülni a világpiacon. A búzafajtáink közül nyilván a bánkúti búzát jegyezték a New York-i tőzsdén is. Tehát az a lényege a mondani valómnak, hogy most egy nagyon jó döntést kell hoznunk, ami a lehető legjobban megfelel valamennyiünk érdekeinek. A nemzetgazdasági érdekesnek azért, hogy ha nem feleslegesen ne költsünk pénzt, ne vigyük be a gazdaság, a szántóföld a környezetünkbe olyan helyre, ahol sok szántóföldet kell kivonni. Ha egyszerűsítjük a útvonalat, a nyomvonalat, akkor akár 150-200 hektár szántót is meg tudunk takarítani. Nem beszélve arról, hogy valamennyiünket érint a 4-esen túli terület, hiszen vagy a út alatt, vagy a út fölött kell közlekedni, ki kell járnunk a határba, el kell látni a munkafolyamatokat, meg kell védenünk a vadat, a környezet úgy működjön, úgy legyen alkalmazható, illetve fenntartható, hogy ilyen szempontból kárt ne okozzunk. Én ez a tanácskozáshoz kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget, sok érdemi vitaanyagot, illetve vitát ahhoz, illetve olyan szempontok szerinti csoportosítást, hogy megfelel a lehető legjobban a közös nevezőnek. Hasznos tanácskozást kívánok valamennyiünknek. Köszönöm szépen. Mint F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője fogalmazott, mindannyiunk közös célja, hogy olyan megoldás szülessen, amely a legjobban szolgálja a karcagi, kunsági lakosok biztonságos közlekedését és a térség gazdasági fejlődését. Nagyon sokan vannak, akik el fogják mondani akár a tervezők, akár a tárca, akár a gazdák álláspontját. Látó közelségbe érkezett a 4-es, hiszen aki Szolnok felé közlekedik, az már látja, hogy a Szolnok keleti részén is nagy erőkkel folyik a 4-es út építése, már aszfaltozzák a Törökszent Miklós felőli részt. Tehát, hogyha akinek jó a szeme, annak már látótávolságban van, és ide fog érkezni nem sokára a 4-es. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtünk hozzá tárgyalni arról, hogy Karcagot hol is kerülj el a 4-es. Mert rengeteg érdek van. Van, aki azt szerette volna, hogy akár a város közepén is menjen, hiszen az van neki közel. Ő gondolt arra, hogy mehet a szomszéd telkén, az övén nem, de akár a városon keresztül is. Az idősebbek tudják, hogy ment ez a 4-es a városon keresztül, talán a 60-as évek elején, nem is tudom, hogy mikor lett kivezetve a városból. Tehát több nyomvonal szóba került. És ezek a nyomvonalak vagy ezért, vagy azért jók,
vagy rosszak. Olyan nyomvonalat nem fogunk találni, amely mindenkinek jó lesz. De olyan nyomvonalat kereshetünk, ami a legkevesebb érdeksérelemmel jár. Akár a beruházás szempontjából, akár a gazdák szempontjából, akár a rá való csatlakozás szempontjából, akár a környezetvédelem szempontjából is, mert tudjuk azt, hogy vannak olyan dolgok, amiben szűkén vagyunk, de van olyan dolog, amiben gazdagok, és sok van belőle. Tehát Karcagnak hatalmas a határa. Ez nagyon jó, és Karcag határában akár természetvédelmi területek is vannak. Ez is van, amikor áldás, van, amikor a gazdálkodó ezt átoknak veszi, de büszkék vagyunk arra, hogy komoly természetvédelmi területek is vannak. Most azért vagyunk itt, hogy azt a nyomvonalat, azt a tervezést, amely a legkisebb sérelemmel jár, azt megtaláljuk, abban megegyezzünk, és ha megegyezünk, és meg lesz tervezve, és majd meg lesz építve a négyes, majd van, akinek távol lesz, van, akinek közel lesz, van, akinek keskeny lesz, van, akinek széles, mindig lesz olyan, akinek valami baja lesz vele, de vannak olyanok, akiknek az élettel van bajuk, nem ezzel, de nekünk az út kell. Az útra szükségünk van, az eldőlt, hogy már nem északról fogja megkerülni a várost, hanem délfelől, tehát nekünk feladatunk az, hogy a délfelőli Karcag határában menő négyes utat és annak a legjobb nyomvonalát megtaláljuk. Én kérek mindenkit, hogy figyelje azokat az érveket, ellenérveket, és itt a minisztérium dolgozóit, a tervezőket is, hogy figyeljenek arra, hogy nekünk karcagiaknak mi az érdekünk, mi a legfontosabb, és ezeket maximálisan vegyék figyelembe. Én azt gondolom, legfontosabb a négyes, de annál fontosabb az, hogy ez nekünk hasznot és fejlődést hozzon, és úgy épüljön meg. Én mindenkinek jó tanácskozást kívánok, és lehet, hogy nekem is lesznek majd még érveim nyomvonalak mellett, ellen, szélesség mellett, ellen. Én januárban miniszterelnök úrnak jeleztem azt, hogy azt az elképzelést, hogy szalagkorlátok közé leállósáv nélkül tervezik a négyest, amikor itt nekünk azért helyünk van, az nem biztos, hogy jó ötlet, de meghallgatjuk a tervezőket, meghallgatjuk a pénzügyminisztériumnak a munkatársait, ők el fogják mondani miniszter úr üzenetét. Én pénzügyminiszter úrral beszéltem, ő maximálisan, mivel karcagi, a karcagi érdekek mellett áll, és hát ezt is várjuk el tőle. Köszönöm szépen, jó tanácskozást kívánok mindenkinek!